Salgó Ivett évek óta készül arra, hogy az egykori polgármester kiszemelt utódjaként kövessek Rahunelemért, és tovább vigye a fejlesztési elképzeléseket. Az egykori településvezető tudta, gondoskodnia kell az utánpótlásról, aki tovább viszi a település ügyeit. Közel 10 éve dolgozom itt az önkormányzatnál. Ez idő alatt úgy mondom, felkészített engem erre a tisztségre. Szeretem ezt a települést, és szeretném elősegíteni a fejlődését, hogy az emberek jól érezzék magukat a településen. Közel 25 évig volt a polgármesterünk, ez alatt igazából a falu szinte egésze megújult, és ezt szeretném megőrizni, és nem elveszni hagyni. Műcségben nincs se óvoda, se iskola. A település egyik része öregszik, miközben egyre többen költöznek ide, az eladásra kínált ingatlanok hamar gazdára találnak. A kínálkozó pályázati lehetőségeket kihasználva a folyamatos fejlesztés a cél, mondja a Salgó Ivett. Műcsény értéke a lakosság. A lakosság, az itt élő emberek, a csendes és szép környezet, hogy a településünk rendezett, az emberek szeretnek itt élni, barátságosak. Hát mi igazából, mint egy falu igazából, hogy mindenki mindenkiről mindent tud. Úgy által be szokták mondani egy településről. Idén megépült a település központjában az az útszakasz is, mely a távolsági buszok megállóhelyéül is szolgál. Idén fölújítottuk a művelődési házunkat, fűtését korszerűsítettük, nyert még pályázatunk a Zsibriki út, hozzánk tartozó település Zsibrik, a bekötő útnak a felújítására, ez jövő tavasszal fog elkezdődni. Van egy KFT az önkormányzatnak, ami 100%-ban ugye önkormányzati tulajdon, oda napelemes rendszer került fel, teljes mértékben fedi a villamosenergia díjat. A további tervek a helyi játszótér korszerűsítéséről, valamint a temetőben egy urnafal megépítéséről szólnak. Salgó Ivett azt mondja, sok fiatal él a településen, aki úgy döntött, nem költözik el innen, ugyanakkor azt is reméli, a jövőben egyre többen lesznek, akiket ide vonz majd a falu szépsége és nyugalma.